Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, mai szent misénket a Hozsanna énekeskönyv 222-es számú énekének első versszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, Szent misénk kezdetén, Szent Jeromos, áldozópap és egyháztanító emléknapján. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, és épp úgy az Apostol Televízió kedves nézőit. A Dudás család élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk föl mai szentmisénket. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Könyörögjön. Istenünk, te szent Jeromos áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jób könyvéből. Költői látomás egy égi gyűlés jelenetről. Egy napon, amikor eljöttek az Isten angyalai, hogy az Úrnál jelentkezzenek, a sátán is ott volt közöttük. Az Úr megkérdezte tőle, honnét jössz? A sátán így felelt, szerte bolyongtam a földön, és bejártam azt. Az Úr megkérdezte, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs a földön hozzá hasonló férfi, fedhetetlen és igaz,
istenfélő és nincs benne gonosz. A sátán erre megkérdezte, vajon ok nélkül istenfélő-e Jób, hiszen te megoltalmazod őt, a házát és egész vagyonát, megáldottad keze munkáját és gyarapítottad jószágait, de bocsáss csak rá egy kissé a kezedet, és nyújj hozzá vagyonához, akkor bizony szemtől szembe káromolja majd nevedet. Ezt mondta erre az Úr a sátánnak. Nos, a kezedbe adom mindenét, amije van, őrá azonban ne nyújtsd ki kezedet. Erre eltávozott a sátán az Úr szín elől. Amikor pedig egy napon Jób fiai és leányai elsőszülött bátyjuknál voltak együtt lakomán, egy hírnök Jobbnak így hozott hírt. Ökreid éppen szántottak, és szamaraid ott legeltek mellettük, amikor a szabeusok megjelentek és rajtuk ütöttek. Szolgáidat kaldére hányták, és mindent elraboltak. Csak én maradtam meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Még beszélt, amikor jött egy másik hírnök is, és ezt mondta. Villám csapott le az égből, és megölte juhaidat és szolgáidat. Csak én menekültem meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. De még ez be sem fejezte szavait, jött egy újabb hírhozó, és ezt mondta. A káldeusok három csoportban meglepték tevédet, és elhajtották azokat, szolgáidat pedig karddal megölték. Csak én maradtam meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Míg ez beszélt, megint jött egy hírhozó, és azt mondta. Elsőszülött fiadnál ettek-ittak fiaid és leányaid, amikor hirtelen hatalmas vihar támadt a sivatag felől, megrendítette a ház négy sarkát, úgyhogy az összeomlott, és rászakadt a gyermekeidre, és mind meghaltak. Csak én megmenekültem, egyedül, hogy hírt hozzak neked. Jób ekkor felkelt, és a gyász jelül megszaggatta ruháit. Haját lenyírta, leborult a földre, és így imádkozott. Mezítelennek szült anyám, és így térek az anyaföldbe is. Az Úr adta, az Úr elvette, amit az Úrnak tetszett, úgy tett. Legyen áldott az Úr neve. Mindezek ellenére sem vétkezett Jób az ajkával, és nem beszélt semmi dőreséget sem Isten ellen. Ez az Isten igéje. Isten ellen. Alleluia. Alleluia. Az ember fia azért jött, hogy szolgáljon, és életét sokakért váltságul adja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt, ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!
Szeretett testvéreim itt Gazdagréten és otthonaitokban. A mai első olvasmány magyarázatra szorul egy bizonyos sajátos értelemben, és így a szentírási szöveg elé az olvasmányos könyv behelyezett egy betoldott, egy magyarázó mondatot, hogy költői látomás az isteni udvartartásról, vagyis nyilvánvalóan nem valami olyan megtörtént eseményre gondolunk, aminek valami történeti hitelessége lenne, hanem egy bizonyos lelki üzenet, amelynek nyilvánvalóan a természet feletti világban valósága van, de emberi megközelítés arra vonatkozóan, hogy Isten udvartartásában milyen párbeszédek hangzanak el. Mert egybegyűltek Isten angyalai, hogy az Úr körül az ő küldetésüket nyilvánvalóan ismételten átvegyék, de amikor egybegyülnek ott az Isten színe előtt a szent angyalok, az Úr angyalai, közöttük van a sátán is. Hát ez a tény szorul magyarázatra, hogy miként van ott a mennyei világban a sátán. És ezért ez egy költői, vagy egy bizonyos értelemben egy prófétai megközelítés, mintha egy látnok maga előtt látta volna ezt a jelenetet, mert hiszen a sátán és az ő angyalai, még a nevükben is így mondjuk, Istennek ugyanolyan teremtményei, mint a többi angyal, de ők a lázadók, az ellentmondók, a kötekedők, az Istent megtagadók, akik olyanok akarnak lenni, mint az Isten, miként a tegnap ünnepelt Szent Mihály főangyal a nevében hordozza azt, hogy ki olyan, mint az Isten, ezt ne jelenti a Mihály név, és ugyanakkor ezt jelenti az angyalok lázadása. Ebben a látomásban, vagy egy költői leírásban a gonosz, a sátán kiköveteli, mint egy Jobbnak a próbatételeit, és arra hivatkozik egyébként az ószövetségi zsidó gondolkodás nyomán, hogy amikor valakinek jól megy a sora, az nyilván jó ember is, jó viszonyban van Istennel, és mint egy jutalomként kapja azt, hogy jól megy az élete, hogy bővelkedik, hogy nincsenek gondjai, nem sújtják betegségek. Míg ezzel szemben, ha valaki beteg volt, azt gondolták, hogy az Úr megbüntette, vagy ha valami csapás érte, akkor az is az Úr figyelmeztető jele és büntetése, hiszen megvan ennek a logikája is egyébként az ószövetségi gondolkodásban, sőt kifejezetten vannak olyan megnyilatkozások az Úr részéről, amikor közli, hogy büntető szándéka van, vagy valami azért történt, mert a népe hűtlen volt, és vissza kell téríteni a helyes útra. Hát ilyen volt a 70 éves babiloni fogság is, mint egy büntetés. Hát ezért érvel így a sátán, hogy Jobbnak jól megy a sora. De hát sújtsd őt különféle csapásokkal, lássuk, akkor is igaz ember marad, akkor is hű marad hozzád. És aztán végül is ez a valójában tanító elbeszélés, ez hosszasan bemutatja Jobbnak a magatartását, ma hallottuk a rázuduló csapásokat, de aztán miként értelmezi, miként éli át mindezeket,
Ezek még hosszasan előkerülnek Jób könyvében. Ezen azért el kell gondolkodnunk, hogy a gonosz nyilvánvalóan minket is megkísért ezzel a gondolattal, hogy vajon mikor van velünk az Úr. És azt akarja elhitetni velünk, hogy egyértelműek a velünk történő dolgok, és ilyen adok-kapok viszonyban vagyunk az Úrral, hogy hát jó voltam, akkor valami jutalmat érdemelek, és nyilván a büntetésre nem vágyakozunk, legfeljebb tudomásul vesszük, de a Jóisten irgalma és szeretete, amiként az a Jób könyvéből is kiderül, ez nyilvánvalóan fölülmúl mindent, mert a Jóisten mindent a javunkra szán, mindent azért ad, hogy mi a jó úton legyünk, a jó úton járjunk, hogy elnyerjük az üdvösséget. A mai evangéliumban, amely Szent Lukács könyvéből volt, ugyanaz a gondolat, illetve jelenet áll előttünk, mint amit a tegnapi, vasárnapi evangéliumban is hallottuk, de a Szent Márk leírásában, de hát a szinoptikus evangéliumok, Máté, Márk és Lukács egyben néznek dolgokat, az eseményeket, sokszor hasonlóképpen leírják, és hát itt van az a jelenet, hogy János apostol látott valakit, aki ördögöket űzött ki. És azt kérte, megtiltottuk neki, mert nem követ mink veled együtt téged, nem csatlakozik hozzánk. És Jézus elmondja, hogy tegnap is hallottuk, hogy ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenünk, az velünk van. És ezzel a fontos megjegyzéssel az Úr Jézus a lelkünkre köti azt, hogy minden embernek vannak próbatételei, mindannyiunknak a hit élete, a hitre eljutása, vagy el nem jutása egyesek esetében, ez mind személyes jellegű, de a Jóisten mindenki felé egyforma szeretettel fordul, és mindenkinek megadja a hites esélyét, lehetőségét, megadja a jó győzelmének lehetőségét, és ő szeretettel vezet minket az élet útján. Ezért olyan fontos, hogy az ő útmutatásait a Szentírásban mindig keressük, felismerjük, nem sorszerűen, hogy valamit hallottunk, olvastunk, akkor most a szó szerint, vagy egy az egyben most azon az adott pillanatban, vagy napon, az meghatározza az életünket, hanem azok elgondolkodtatóak Isten üzenetei, és nekünk kell beépítenünk az életünkbe, és értelmeznünk az életünk eseményeivel összhangban, hogy mit akar tőlünk az Isten. Hát így helyezzük oda a köszönetünket a Jóisten elé, Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító munkálkodása nyomán, akinek nagyon sok mindent köszönhetünk a tekintetben, hogy a Szentírás üzenete eljutott hozzánk, és eljutott az európai népekhez, és a nemzetekhez eljutott később a saját nyelvükön, mert azt a nagy fordulatot Szent Jeromos tette meg, hogy lefordította az eredeti nyelvekből a Szentírást, és javította, gondozta a Szentírás szövegeit, és a héber és arám nyelvből a latin nyelvre lefordította azt az 5. század elején, ő a 4.-5. század fordulóján élt, és mindezt úgy tette,
hogy 373-ban a Szentföldre készült, közben megbetegedett, aztán felszentelték, aztán remete lett, és így tanult, és tanulta meg a héber nyelvet és az eredeti nyelveket, és valóban ott a szent helyen, ahol mindezek történtek a Szentföldön, ezt a gondos munkát meg is tette. Akik jártak már Betlehemben, tudják jól, hogy a születési barlang közelében őriznek egy olyan kis kápolnát, egy barlangot, amely Szent Jeromos nevét viseli, és a hagyomány úgy tartja, hogy ott ezt az áldott munkát azokon a helyeken végezte el. Az Úr igéje vezet minket, az Úr mindig jót akar, és ha próbára is tesz, az is a javunkat szolgálja. Nem az a dolgunk, hogy a jutalomról vagy a büntetésről gondolkodjunk, hanem az a dolgunk, hogy mindig legyünk készségesek Isten vezetésének, szeretettel alávetni magunkat, hiszen ez nem alávetettség, hanem egy gyermeki bizalom az Úr iránt, aki az üdvösség útján vezet továbbra is bennünket a Szentírás igéjével és életünk eseményeiben felmutatott jeleivel. Amen. Testvéreim, Szent Jeromos közvetítésével ismerhetjük Isten kinyilatkoztatott szavát. Kérjük, hogy közbenjárására megszeressük és olvassuk a Szentírást. Nyisd meg, Urunk, értelmünket, hogy helyesen értékeljük és megértsük kinyilatkoztatott igédet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj erős akaratot, hogy hűségesek legyünk a napi Szentírás olvasásban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősíts bennünk a jó szándékot, hogy tettekre váltsuk azt, amit a Szentírásból, mint a te akaratodat megismertünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szentírás naponkénti olvasásával növeld az irántad való szeretetünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy megőrizve igazságaidat, egykor eljuthassunk hozzád a teljes igazsághoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, benned nyilatkoztatta ki gondviselő Istenünk az üdvösségünk elnyerésére szükséges teljes igazságot. Kérünk add, hogy Szent Jeromos példájára és közbenjárására mi is oldhatatlan szeretettel szeressünk, és a Szentírás napi olvasásával egyre jobban megismerhessünk téged, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Folytatjuk a 222-es éneket. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára. Add meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy Szent Jeromos példájára elmélkedjünk szavadon, és ezt az üdvösségszerző áldozatot mind készségesebb lélekkel mutassuk be fölségednek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Jeromos áldozópap egyháztanító ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a Tudás család elhunyt tagjairól, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból.
Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Jeromos áldozópappal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség közünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Most pedig, testvéreim, a 109-es éneket énekeljük.
kenyér színben megváltódott. Itt jelen van szent testében édes Jézus. Jelen vagyon szent vérével áldott Jézus. Itt az Isten gazdagsága, bűnös lelkek nagy váltsága, minden jónak nagy bősége, édes Jézus. Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus. Itt az égnek megnyitója, kegyelemnek meghozója, egész világ drága díja, édes Jézus. Az Istennek örök fia, áldott Jézus. Itt lelkünknek orvoslója, bús szívünknek vidítója, elrejtezett kenyér színben, édes Jézus. Az oltári nagy szentségben áldott Jézus. Kedves testvéreim, gondoljunk az otthonaikban velünk imádkozó testvéreinkre a lelki áldozás imájával. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költöz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei lakomád, amelyben örvendezve részesültünk Szent Jeromos ünnepén, serkentse híveid szívét, hogy a szent tanításra figyelve megértsük, amit kinyilatkoztattál, és azt követve elnyerjük az örök élet jutalmát. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, emlékeztetlek benneteket arra, és így az Apostol TV kedves nézőit is, hogy holnap lesz templomunk felszentelésének 8. évfordulója, az egyik legnagyobb ünnepünk a búcsú mellett, és ezért ünnepi szentmisét tartunk a holnapi napon, nem 8 órakor lesz, hanem 10 órakor lesz holnap a szentmise. Előtte viszont 8 órától imádkozzuk a zsolozsmát, és azután a rózsafüzért. Ez lesz tehát a holnapi ünnepi rend. Most a Szent Lelket hívjuk, hogy Isten igéjét mindig nyitott szívvel hallgathassuk, megértsük, és annak nyomán éljünk. Ezt kérjük a 259-es ének első és második versszakával. Jelenlévő testvéreimre, az Apostol TV és Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt kérem most a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel!
áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária, kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörög